bekerült az RMDSZ a román parlamentbe. Gyulán is szavazhattak vasárnap a választók. Győzelem, fordulatos meccsel negyedik helyen zárt az előre. Kiállítás, vásár, verseny és lovaggáütés, méz és mézes kalács fesztivál volt Gyulán. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Bekerült a román parlamentbe az RMDSZ, miután a vasárnapi választáson a szavazatok 6,35%-át sikerült megszerezniük. A részvételi arány megközelítette a 40%-ot. A választás eredményeképpen 6 párti parlament alakulhat Romániában. Románia lakosságának 6,5%-a magyar. Az RMDSZ listára leadott szavazatok aránya nagyjából ennek megfelelően az 5%-os küszöb fölött alakult. Számítattak tehát magyar szavazóikra a párt képviselői. Nagyon fontosnak tartottam, mert ezt az 5%-ot az RMDSZ-nek el kell írni, és szerintem ez a dolga mindenkinek, akinek megvan a megfelelő okmánya hozzá, úgyhogy örömmel jöttem, hogy hát ha segíthetek ezzel az egy szavazattal is. A voksoláson külföldön élő román állampolgárok is részt vehettek. Magyarországon 5 szavazó körben, 3 budapesti és 1 szegedi helyszín mellett Gyulán a román főkonzulátuson is szavazhattak. Én azért szavaztam, hogy legyen magyar képviselet egyrészt, és másrészt azért, hogy sokkal tisztább politikai élet legyen Romániában. Hogy a politikusok újra megtanulják, hogy mit jelent a tisztesség, és a tisztességes munka, és a tisztességes képviselet. A román választási törvények szerint a külföldön szavazók 4 képviselőt és 2 szenátort juttatattak a bukaresti parlamentbe. Ezúttal nem indultak egymás ellen a magyar pártok, tehát nem aprózódtak a magyar szavazatok. Végre Romániában összefogtak a magyarok, és egy cél érdekében indultak el a választáson, és úgy tartom fontosnak, hogy ha egyszer összefogtak, akkor tudják az érdekeinket képviselni Romániában. A választásokat végül a Szociáldemokrata párt nyerte meg több mint 46%-kal, és szabad elvű szövetségese az ALDE is kényelmesen bejut a parlamentbe 6,1%-kal. A bal oldalon így meg lesz a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többség. A román médiában megszólaltatott elemzők szerint nem kizárt, hogy az RMDSZ-t is megpróbálja bevonni a megalakítandó baloldali kormányba. Helyes, ha valaki mellett kiállnak támogatói, de a gyulaiakat sértegetni elfogadhatatlan. Ezt mondta a Gyula polgármestere, arra közleményre reagálva, amit Simonka György országgyűlési képviselő múlt héten közösségi oldalán tett közé. Görgény Ernő mutat egy nyilvánosságra került hírlevélre is, ami szerinte a Békés megyeiek között ellenségeskedés szít. Egy hírlevél című dokumentum terjed az interneten, amelyben valakik arra buzdítanak másokat, hogy Simonka György országgyűlési képviselőt védjék meg közösségi oldalára írt kommentekben, mondta Görgényi Ernő vasárnap. Gyula polgármestere úgy fogalmazott, hogy olyan ügyről van szó, amelyben Simonka Györgyöt költségvetési csalás büntettével hozzák összefüggésbe. A dokumentumban ajánlott kommunikációs panelek vannak, amelyekkel a gyulai embereket sértik, véli a városvezető. Felszólítom, hogy kifejezetten ítélje el az ilyen módszereket, az ilyen megoldásokat, mert ez Békés megyének csak kárt okoz, még jobban megosztja a Békés megyei embereket, és így nem fogunk egyről a kettőre haladni. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy Simonka György úgynevezett stábjának aktív tagja Szegedi Balázs, a Békés megyei közgyűlés képviselője. Kunya István szerint a stáb egyes állításai mélyen sértik a gyulai és más közép-Békésben élő embereket. Azt kérem Szegedi Balástól, frakciótársamtól így a sajton keresztül, hogy gondolkodjon el azon, hogy méltó-e a megyei közgyűlés tagjának lenni, tekintettel arra, hogy az eskü szövegünket értelmezze, és azt világosan megállapítva az a dolgunk, nekünk, megyei közgyűlés tagjainak, hogy egész Békés megye fejlődése érdekében dolgozunk, nem egy település és nem egy térség érdekében. Simonka György mindenre közleményben reagált. Azt írta, Gyula polgármestere nem jól érti a probléma lényegét, mivel, mint fogalmazott, Dél-Békés kapta a legkevesebb pénzt egészen a közelmúltig, annak ellenére, hogy a leghátrányosabb helyzetű. Ezzel szemben Gyula a Békés megyei városok között a legtöbb pénzt kapta, ami a fideszes országgyűlési képviselő szerint nem igazságos, még akkor sem, ha mára ez az arány javult valamelyest. Azt is írta, hogy ez nem politikai kérdés, hanem területfejlesztési vita. Az úgynevezett hírlevéllel kapcsolatban megfogalmazott állításokra azonban nem reagált.
Erről a hírlevélről van szó, állítják az Együtt Békés megyei politikusai, akik nem csak a gyulai városvezetők felszólalására, hanem Simonka közleményére is reflektáltak hétfő délután. Bot Tamás, a párt gyulai választókerületi elnöke szerint egy legalább 8 felvonásos tragikomédiáról van szó. Itt egy politikai cunami indult el, ezt talán valamelyest én indítottam el azzal, hogy még november közepén feljelentést tettem fedezett elvonás büntetének alapos gyanúja miatt Simonka György fideszes országgyűlési képviselő ellen, és erre két hét múlva, három hét múlva a központi nyomozó főügyészségtől egy úgymond pozitív elismerő választ kaptam, hogy ebben az ügycsoportban folyik nyomozás, méghozzá költségvetési csalás ügyében. Az Együtt politikusai szerint egy Fideszen belüli pártharc folyik a megyében. Ahhoz, hogy tisztázni lehessen a helyzetet, úgy vélik, Simonkának nem csak mentelmi jogáról, hanem a parlamenti mandátumáról is le kellene mondania. Napokon belül módosítják a közétkeztetési rendeletet. Összesítve az elmúlt másfél év tapasztalatait, az új rendeletben például a só bevitelmértékét napi 2 g-ról 2-5 g-ra változtatták, emellett tiltó listára kerültek a mesterséges édesítőszerek, kivéve ha erre egészségügyi okból van szükség. Továbbá 3 évesnél idősebb gyermekek esetében a tej zsírtartalmát 1,5%-osról 2,8%-ra változtatták. A szakemberek szerint ahhoz, hogy hosszú távon működjön a rendszer, fontos a tudatos étkezéssel nevelni gyermekeinket. Nagyon fontos az, hogy óvodás korcsoportnál kell elkezdeni, tehát ezt a tematikus felépítést. Velük kell megismertetni az új alapanyagokat, velük kell tudatni, hogy miért fontos az, hogy szezonális termékeket tehát fogyasztunk, megfelelő konyha technológiával legyenek ezek ellátva. A Magyar Nemzeti Bizottság elismerő oklevelét kapta meg Békés Csaba önkormányzata. Az oklevéllel a város hagyományos termékek érdekében végzett kiemelkedő közösségi tevékenységét jutalmazták. Az elismerést dr. Bacsa Vendel jegyző, a Terra Madre hagyományos termékeket előállító közösségek 2016. évi világnapi alkalmából rendezett ünnepségen vette át. A bíráló bizottság a csabai kolbász népszerűsítését célzó közösségi marketing tevékenységet, az iparjogvédelmi oltalmi formák használatát, a hagyományok és ipartörténeti emlékek ápolását díjazta. Az oklevéllel a szakmai ismeretek átadását is értékelték a fiatal generáció számára, valamint a hagyományos termékekre alapozott helyi gazdaságfejlesztési koncepció bemutatását is. Mit vétettem? Mezőberényiek Málenki roboton. Ezzel a címmel adta ki könyvét Körösi Mihály, aki hosszú évek kutató munkája után ebben a kötetben összegezte a helyi történeteket. A több mint 550 berényi lakos kényszermunkára, a gulágokba hurcolását írja le, és azt, hogy az átélők, valamint a túlélők mindenre hogyan emlékeztek. A bemutatón túl korabeli fotókból, dokumentációkból készült kiállítást is megtekinthettek a Városházán az érdeklődők a gulág emlékévhez kötődő rendezvényen. Közülük 53-an nem tértek vissza szülőföldjükre, a hazatérők pedig soha nem feledték az átélt megpróbáltatásukat. A Málenki robot történéseit, az elhurcoltak sorsát, életük fájó és meghatározó időszakát mutatják be a kiállításra összegyűjtött képek és dokumentációk. Mezőberény polgármestere köszöntőjében azt mondta, a berényiek mindenről nagyon keveset tudnak, mivel az akkori hatalom nem engedte, hogy beszéljenek az elhurcolásokról. Mit vétettem? Szeretném hinni, hogy választ kapunk a könyvben erre a kérdésre. De ha reálisan nézem, akkor úgy gondolom, hogy nem kaphatunk rá választ, illetve a válaszunk csak az lehet, hogy akik megélték, akik ott voltak, ők nem vétettek semmit. Ha valaki vétett, akkor az akkori hatalom volt az. A Mit vétettem című kötet szerzője szerint a rendelkezésre álló levéltári adatok szűkszavúak és igen kevés van belőlük, a visszaemlékezések pedig sokszor ellentmondanak a dokumentációknak. A szovjet levéltárak, vagy most már az orosz levéltárak nem nyíltak meg, korábban abszolút nem, most kezdődnek a kutatások. Ezek a kutatások is azonban sok kérdést vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelték ezeket az adatokat. Visszaemlékezők elmondják, hogy egy gyufás dobozra írták fel a halottaknak a nevét.
vagy mindenkit németnek könyveltek el a beszállítás után, megkérdezték a nemzetiségét, és mikor azt mondta, hogy magyar, akkor nem tudták kitölteni, mert olyan rubrika nem volt. A mai napig sok a megválaszolatlan kérdés, habár sokan mondták el, mi történt velük a Málenki robot alatt, még várni kell arra, hogy mindenre fény derüljön, és az igazságnak megfelelő adatok kerüljenek a napvilágra, tette hozzá a szerző. Kiállítása, vásár, verseny és lovaggáütés, mindez a méz témájában. Hétvégén 9. alkalommal rendezett fesztivált Gyulán a méhész szakma. Hű tagja és elkötelezett hírnöke leszek. A Szent István mézlovagrendnek! A Szent István mézlovagrendnek! Ünnepélyes eskütétellel fogadta be a mézlovagok közössége a székesfehérvári méhészeket az idei mézes fesztivál nyitónapján. Az újonnan alakult rend tagjait a hagyományoknak megfelelően 2016 méz királynője, Rozman Gréta lovaggá is ütötte. A házigazdák számára nagy megtiszteltetést jelentett, hogy mindennek az ő ünnepük adhatott helyet. A hétköznapi munkából tulajdonképpen kicsit eltávolodva, de a mai napon is, illetve az egész hétvégén a méz ünnepe van Gyulán, és minden évben itt tartunk lovagi találkozókat, és nagyon örülünk annak, hogy 16 lovaggal többet tudunk üdvözölni a köreinkben. 9 évvel ezelőtt a szervezők a méz és mézes kalács fesztivált azért hozták létre, hogy a gyulaiaknak adventi hangulatot teremtsenek a különleges mézekkel és mézes kalácsokkal. Azóta kinőtte magát a rendezvény, és már külföldről is érkeznek mézlovagok, csak úgy, mint az ország legtávolabbi pontjairól. Egyesületünk jó kapcsolatban van a Gyulai Méhész Egyesülettel. A Göndölcs Benedek Mézlovagrend is megtisztel minden éven bennünket a Kárpát-medencei Mézfesztiválon a mi rendezvényünk népszerűsítésén. A lovagrendjük felvonul a mi felvonulásunkon, és ugyanúgy mi is a gyulai rendezvényre az első évtől megjelenünk és eljövünk. A fesztiválhoz kapcsolódó 10 regionális méhészeti szakmai napon szakmai előadásokkal várták a termelőket, de a vásáron is megosztották az idei év tapasztalatait az ország méhészei egymás között. Mivel ugye, hogy ez egy mézfesztivál, itt azért a túlnyomó része a látogatóknak méhész, messzi az ország más területeiről is befutnak. Mindenféle dologról szó kerül, elsősorban ugye a méhészet örül magáról. A gyulai sportcsarnokban megrendezett szakmai vására nem csak a méhészeket, hanem a nagy közönséget is várták, akik akár az év kiváló magyar méze 2016 versenyre benevezett mézeket és a mézbort is megkóstolhatták. Csak mézből készül, tehát nem a mézet keverjük hozzá a borhoz, hanem ez csak mézből készül, méz erjesztésével. Elsőként az országban mi készítjük. Tudni kell a mézborról, hogy előbb volt, mint a szőlőből készült bor, mivel az ókorban rájöttek, hogyha a mézhez vizet kevernek, akkor ebből egy bódító hatású ital lesz. A vásár mellett megemlékeztek a gyulai Göndöcs Benedekről, aki számos érdeme mellett 1878-ban megalapította az Országos Magyar Méhészeti Egyesületet. A gyulai egyesület névadójának szobrát a mézlovagrendek képviselői koszorúzták meg. A tiszteletadást követően a Vigadó épületében folytatódott a rendezvény, ahol először adták át a Göndöcs Benedek díjat. A Göndöcs Benedek díjat egy kedves barátom javaslatára hoztuk létre. Ő szeretett volna ennek a közösségnek valamit visszaadni abból, amit az édesapja kapott, és szerette volna, hogyha nem csak azokra emlékeznénk jó szívvel, akik már nincsenek köztünk, hanem azokra is, akik még köztünk vannak, és azok is megkapnák a méltó elismerést. Idén a Békés megyei Méhész Egyesület elnöke kapta ezt a Göndöcs díjat. Ezt követően hirdették ki az év kiváló magyar méze 2016 verseny győztesét, amely Hályi István repce méze lett. A tánc jegyében zajlott a hétvége a Csabagyöngye Kulturális Központban. 2 nap alatt 4 különböző társastánc bajnokságot tartott a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület. A szombati program része volt a BAS országos bajnokság, amelyen 18 kategóriában hirdettek győztest. A legtöbben a felnőttek B-osztályos latin bajnokságán indultak, ebben a számban 18 páros lépett parketre. Közülük a legjobbnak a Szentesi Borbás Csabát és a Kistelekről érkező Tóth Emíliát ítélték a bírók. Nagyon örülünk, hogy a zsűri minket látott a legjobbnak. A munka az szinte heti 4-szer edzünk megállás nélkül. Akkor most beért a gyümölcse a munkának, hogyan folytatjátok innentől? Hát természetesen ugyanígy, edzünk, és A-ban folytatjuk tovább. A zsűrinek, mint általában most is nehéz dolga volt.
Minden évben nagyon-nagyon nehéz. Megmondom őszintén, hogy nincs könnyű dolga a pontozó bíróknak, semmi áron nem cserélnék velük, hiszen nagyon erős mezőny gyűlt össze, és minden évben egyébként nagyon erős mezőny jön ide, hál' Istennek el hozzánk Békés Csabára. Nagyon kiegyensúlyozott a versenyzők teljesítménye, nagyon-nagyon minimál múlhat azon, hogy milyen eredményt születik. Úgy gondolom, hogy a versenyzők sem, de a pontozó bírók még kevésbé vannak egyszerű helyzetben. A bajnokság másnap az első Nyíri Lajos emlékversennyel és az U21 tíztánc magyar bajnoksággal folytatódott. Győzelemmel zárta az évet a Békés Csaba 1912 előre labdarúgó csapata. A lilafehérek az esztendő utolsó bajnoki mérkőzésén fordulatos meccset vívtak a tabella utolsó előtti helyén álló Cegléddel, ám a találkozó végére a papírforma érvényesült. Az ősszel 3-0-ra diadalmaskodó pirosmezes vendégek jól kezdték az összecsapást. A 12. percben első szögletük után Szabó Viktor fejelt a csabai kapuba. 10 perccel később még nagyobb bajba került a házigazda, miután Juhász az ötösön lerántotta Szabót. A megítélt büntetőt Albert Ádám értékesítette, így 2-0-ra vezetett a Cegléd 22 perc után. Az első félidőben lassan szövegette támadásait a Csaba, a legnagyobb helyzetre 45 percet kellett várni, birtalan fejesét Horváth Gábor ütötte ki a léc alól. Gyorsan összejött a szépítés a fordulást követően, hiszen az 50. percben Bagi István beívelése után Albert István csúsztatott a saját kapujába. Ettől előre kapott a pályaválasztó, 10 perccel később a csereként beálló Urbin lövése először még elakadt a védőben, azonban a labda visszapattant a támadó elé, aki másodszor már nem hibázott. Az előre nem lassított, a 79. percben már a vezetést is megszerezte. Nagy István egy jobb oldali szabadrugást ívelt középre, Urbin fejese pedig a felső lécről vágódott a gólvonal mögé. A találkozó a 88. percben dőlt el, Gránic passza után Urbin fordult kapura és 14 méterről a jobb kapufa mellé tekerte a labdát, ezzel mester 3-ast szerzett. Nekem mind a három ugyanolyan fontos, meg ugyanannyira tetszett. Az elsőnél volt egy kis szerencsém, a másodiknál pedig már csatárnál olyan, hogy ha már rúg egy gólt, akkor már megjön az önbizalma, és akkor olyan plusz dolgokat is bevállal, amit általában nem. A vendégek közel álltak a győzelmhez, de végül pont nélkül távoztak a Kórház utcából. Addig, amíg a vezetők, az edzői stáb és a játékosaim zöme mindent megtesz, megszakad egy pontért, addig azok a hangadók, akik pótolhatatlanak, hiszik magukat, és több éve itt futballoznak Cegléd városi csapatáért, azok olyan irányba viszik a társaságot, ami megengedhetetlen a versenysportban, én úgy gondolom, a profi sportban leginkább. Az első gól, hogy hamar jött, az már adott egy lökés a csapatnak, és azt mondom, hogy másik fél időben teljesen domináltunk, több lehetőség is volt mellette, ahhoz, hogy rúgtunk 4 gólt, de azt mondom, hogy a csapatnak elsősorban gratulálok, hogy ilyen karaktert mutatott, hogy nem adta fel, nem ijedt meg. A lilafehérek ezzel a győzelmmel a tabella 4. helyén töltik a téli szünetet. A csabai együttes január 9-én kezdi a felkészülést, a pontvadászat február közepén folytatódik. A híradó véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!